A Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Hut Gergely! Köszöntöm a drága nézőket, kezdem a vendégek bemutatását a Vörös Karéjjal. Kósa András, aki ebben a felállásban még nem volt itt velünk, a Népszava újságírója, Kukorelli Endre író, költő. A néni két vörös, csak hogy ismételjem magam. Ezt még kibeszéljük. És kell itt tókolom neki. Herényi Károly politikai veterán, hogyha ebben maradtunk, az MDF utolsó frakcióvezetője. Amikor az MDF-nek még volt frakciója, és amikor még volt MDF. Így van. Formálisan már nem létezik talán a párt, ugye? Nem, utódpárt lett, de yes, az ő létéről nem tudok. Tehát nincs. Értem. A Narancskaréban pedig Apáti Bence, az Operett Színház balettigazgatója, a Magyar Idők főmunkatársa, a Hír TV műsorvezetője, számos műsor és médium állandó visszatérő arca, Dézsi Zoltán dokumentumfilmes, vörösevő, és Pesti László, a Pesti Fekete Doboz alapítója, szintén dokumentumfilmes. És hogy a kedves vendégek bemutatásánál még két kört tehessünk, Andrástól hagyd kérdezzem meg, hogy hogy érzi magát egy viszonylag fiatal ember a Népszavánál? Mert hogy te azért általában ilyen új hullámos szerkesztőségekben dolgoztál korábban. Köszönöm kérdésed, az a narancsrendszer az úgy hajlamos kinyírni időnként egy-két lapot, ahol mondjuk én is korábban dolgoztam, úgyhogy mivel szűkül a médiatér, ezért aztán kormánykritikus baloldali lap pillanatnyilag a Népszava maradt. Egyébként köszönöm szépen, jól érzem magam, mivel a narancs uralom kinyírta például a Népszabadságot is, elég sok népszabadságos kolléga volt kénytelen átzsiripelni oda, akik elég jó hangulatot és elég magas szakmai színvonalat hoztak magukkal, úgyhogy köszönöm szépen, kérdésed, jól érzem és magam. Így abban a média történeti különlegességben is része lehet, hogy miközben ti a megszokott írásokat készítitek, a mellettetek lévő hasában vezércikk születik arról, hogy a Károly Mihály-féle őszirózsás forradalom, az 1956-os forradalom igazi előzménye, és újabb ilyen forradalmakra lenne szükség, de erre még kitérünk. És még Apáti Bencétől hagyd kérdezzük meg, hogy milyen érzés balettigazgatói bőrben ülni? Hát nem, illetve igaz-e az a sok vád, ami az ellenzéki sajtóban megjelent, hogy addig támadtad a balettot, míg kineveztek. Igaz, nem oda, hanem a B-karba, de kineveztek. Nyugi operába, ugye így beszéltük a műsor előtt, úgyhogy nem, elhatárolódom. Nem, elhatárolódom. Nem, meg tényleg elhatárolunk, és vicc is volt, ha esetleg véletlenül valahol valamikor elhangzott. De semmiképpen sem tőlem. Nem tudom, hát mindenképpen izgalmas, mert én eddig úgy tudtam, meg azt hallottam, hogy nincs ellenzéki sajtó, nincsen ellenzéki média, aztán beírtam a nevemet a Google-be, múlt hét hétfőn talán, de kedden, amikor ez kiderült, és ez kiderült, hogy elképesztő mennyiségű sajtó foglalkozik velem, és írja le először a nevemet, mert 17 évünk ottam Spartacus voltam, Petrucchio, Tibalt, és nem tudom én, Red Butler, Karenin, hát nem tudom, 20-25 főszerepet táncoltam. Volt, hogy egyedül voltam egy főszerepre, akkor ezek a lapok nem foglalkoztak. Tehát, hogy nem írták le. Most viszont eljátszhatott Tibor Csat élesben. De most hát megismertek, meg tudják, hogy ki vagyok, bár mondjuk most is azt írták, hogy magyar időkös vagyok, ami nagyon megtisztelő, mert én nagyon örülök annak, hogy Bájás Zsoltnak, Pilhár Györgynek és egyéb, vagy Gajdics Otthonnak a kollégája vagyok, de azért 3 hónapja vagyok a magyar időknél, ellenben 17 évig távoltam az Operaház szólistája. Táncoltam Popova Lesszával, V. Krisztinával, Ágai Katalinnal, Wolf Katalina. Jó, megígérjük, hogy lesz egy külön portré. Nem, csak azért mondom, műsor, az indexesek ismerik őket, meg a 444, gondolom, azért mondom el ezeket a neveket, mert valószínűleg nincsenek ezekkel a kocsúdias művészekkel tisztelve. Úgyhogy örülök, hogy van ellenzéki sajtó, örülök, hogy bebizonyították, hogy léteznek, és örülök, hogy végre balettművészekkel is foglalkoznak. Na, minden esetre gyújtsuk be a rakétákat. Legyen az az első témánk, hogy az október 23-ai ünnepen a legtöbb felszólaló, csak úgy, mint minden évben, párhuzamokat vont 1956 és a jelenkor között. Számotokra melyik volt a leghitelesebb párhuzam? Orbán Viktor, aki az európai parlamenti választásokat és a szuverén nemzetállamokért folytatott brüsszeli küzdelmet jelölte meg, mint 56-ot folytató, ezt a szellemiséget képviselő akaratot. Vagy például Gyurcsány Ferenc, aki Nagy Imrével ölelkezett és az ő utódjának tartja magát, vagy
Márki-Zay Péter, aki arra számít, hogy elszabadul az erőszak és Molotov koktélokat fognak dobálni, mert zsarnokokat sehogy máshogy nem lehet a világon eltávolítani, és még idézhetjük esetleg a Jobbikot, segítsetek ki, Jakab Péter képviselőjük, aki ugyebár azt ígérte meg tegnap, hogy ezt az aljas zsebdiktátort, Orbán Viktort, az 56-os szabadságharcosok szellemében fogják elüldözni és oda suhintani nekik, majd kiosztottak egy csomó tojást és festékszóró szprét, és összerondították a várost. Egy szóval, ki a hitelesebb 56-os párhuzam nagyon képviselő? Nagy túlzás és nagyon nagy túltolás, hogy a Márki-Zayra ezt mondtad, amit mondtál. Ezt de ezért... elismered, hogy, vagy felolvastam szó szerint, hogy a Magyarországot adta, hogy ez bekövetkezzen. Ezt mondta tehát, konkrétan. Tehát... hogy már pont a fordítottjára fordítsuk ezt a mondatot, mert akkor nem vagyunk korrektek, és nem tudunk magyarul. Szóval nem, tehát nyugi, nem kerültem be mocskolni, vagy besározni. De hadd kérdezzek vissza, hogyha valaki azt mondja, hogy despotákat, zsarnokokat a világon mindig csak erőszakkal lehetett elüldözni. Magyarországon despotizmus van, Isten óvjon attól, de ilyenkor szoktak előkerülni a Molotov koktélok és az erőszak. Előkerülhetnek a Molotov koktélok. Jó, András, akkor magáért gyorsan visszakérdezek. Mit értesz az alatt, hogy érteni a feltételes módot, mint olyat, nyelvtanilag is, meg tartalmilag is, akkor hogyha megvilágítanád azt, hogy milyen körülmények között kerülhetnének elő egy demokratikusan választott parlament mellett. Mit mondunk Orbán Viktor azon mondatáról, hogy Magyarországon a helytartókat jobb esetben el szokták kergetni? Ez nem akkor az Huth Gergely interpretációban felhívást lincselésre például adott esetben, mondjuk? És az nagyon nagy súlyos hiba lenne szerintem, hogyha ezt például így értelmeznék a baloldali médiában. Tehát egyszerűen szálljunk már le ezekről a gyanúsítgatásokról. Szóval nem venném magamnak a bátorságot, hogy akár újságírónak, akár tehetséges balettáncok nevezem magam, de ő kérdezett elő, mert bocsánat András, hogy ha válaszolnám a kérdést, akkor megköszönöm. Tehát a kérdés az, hogy milyen kondíciók esetén teljesülne be? Ezt szerintem Márki-Zay Pétertől kellene megkérdezni, nyilván ő tudná a legjobban. Ne arra, de most pillanatban jó, most mi vagyunk itt, hogy értem, világos én kapom a honnalt, azért most kérdezem a szavait. Gondolom, arra gondol Márki-Zay Péter is, hogy vannak olyan körülmények, ha már mondjuk 56-ot emlegetjük, amikor egy társadalmi feszültség elérhet egy olyan szintet, hogy békésen nem lehet az adott uralmi elitet leváltani. Ilyen a történelemben volt. Elvi lehetőséget nem zárhatunk ki. Tehát, hogyha pusztán elvi párhuzamot mondunk, akkor ez előfordult már Magyarországon is, nem egyszer, máskor is. Diktatórikus körülmények között fordult elő, és ugye jól tudom, Magyarországon parlamentáris demokrácia ezt van. Ezt én sem vonom kétségben. És szerinted egyetértek Márki-Zay Péterrel? Már bocsánat, egy pillanatig nem mondtam, hogy egyetértek az esetben ezzel a párhuzamban. A Momentum például elhatárolódott ettől a kijelentéstől tegnap. Vagy például a baloldal nem látni, hogy Márki-Zay Péter szereptévesztésben van? Miféle népakaratról beszél meg hogy miért nem a nemzeti sors kérdésekről beszél? Ő tökéletesen tudja, hogy az a hecre éhes, szűk csapat, akihez ő beszél, ezt akarja hallani, és ezt szolgálja ki? Hát azért az nem egy hecre éhes, szűk csapat, szerintem azért azt mondjuk elmondhatjuk, nem az én párhuzamom, hozzáteszem, de mondjuk Orbán Viktort szerintem több millióan utálják ebből az országba. Azért ez tény szerintem. Ez kiderül mondjuk a választási eredményekből de is. De hol voltak ezek az emberek például tegnap a demonstráción, ahol néhány ezre jelentek ott hol voltak, és a tévéképernyők előtt utálták Orbán Viktort nyilvánvalóan. Tehát április 8-án meg elmentek és szavaztak össze-vissza mindenhova. A Fidesznek meg ugye megvolt a maga intakt szavazótábora, és ez hatalmon tartott Orbán Viktor. De ettől függetlenül az, hogy Orbán Viktor nem szeretik nagyon sokan ebbe az országba, azt szerintem a nézzük esetleg onnan, hogy ugye Gyurcsány Ferenc meghirdette az ellenállást. Márki-Zay Péter és barátai erőszakot vizionálnak, ahogyan egyébként Ambrózi Áron, Vései Laci kollégánk szokta mondani, ez a vágyvezérelt ellenzék, aki csak meggyújtani szeretné a dinamitot, ami majd felrobban magától. Most elismételt, amit az előbb mondtál. Nem, akkor hogy fejezzem be, bocsánat. A Jobbik viszont úgy döntött, hogy a tettek mezeljére lép, és ezt az ellenállást meg is mutatja, hogy hogyan kell kinézni. Gondolom mindannyian láttátok. Ennek az ellenállásnak, amit a Jobbik tegnap bemutatott, hogy rendőröket lögdös,
nem tudom, házakat fúj le. Ennek van-e bármi értelme a közjó, a nemzet, az ellenzéki politika érdekében? Nincs. Hát én azt gondolom erről, hogy egyszerűen gyermeteg. Tehát egyrészt nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyülekezési törvény be nem tartásával történt a demonstráció, amit értelmezhetünk lazán is, tehát összejöttek páran egy kis tojásdobálásra, de mindenképpen törvénysértés történt. A másik az, hogy semmilyen rendőri atrocitásra nem került sor ennek ellenére, hogy ők törvényt sértettek. A harmadik az, hogy festékszórózni és egy pártszékházat megdobálni tojással, az én olvasatomban egy picit gyermeteg módja az ellenállásnak. Inkább viccesnek tartanám, mint sem komolynak. De azt látni kell, hogy a mai ellenzéki politikusok úgy gondolják, hogy akkor tudnak felszínen maradni, vagy fennmaradni, hogyha láttatják magukat, és éppen ezért bármilyen gektől sem riadnak vissza. Adott esetben tojásdobálás, festék szórózás. Ők úgy gondolják, hogy attól lesznek ismertek. Mert az ismertség, meg a gyakori szereplés számukra azt jelenti, hogy ott vannak a politikai erőtérben. Ez okozza ezt a sok hülyeséget. Én meg azt gondolom, hogy a hazai politikai kultúra az nagyon hiány van az ünneplés művészetének és örömének, idézőjelbe téve a művészetet. Nem tudunk ünnepelni. 56, én végignéztem az összes ünnepséget. Egyetlen egy olyan ünnepség volt, ami méltó volt 56 emlékezés szelleméhez, az a műegyetemi megemlékezés volt. Ott Boros Péter mondott egy olyan beszédet, aki mostanában nem a szívem csücske, de az egy méltó beszéd volt 56-hoz. Semmi politikai aktuális nem volt benne, a forradalom lényegéről beszélt, egyébként a mondandójában benne volt, hogy az a robbanás bármikor bekövetkezhet, mert 56-ban se készítette ezt elő senki. Erről szólt az ő mondandója, hogy amikor a társadalmi helyzet olyan feszülté válik, akkor hirtelen robban. És ott még felszólalt Halsz József, a Rákóczi Szövetség elnöke, aki mind a ketten résztvevői voltak az eseményeknek, és még meg kell említenem Jeszenszky Gézát, akit meghívtak az ellenzéki tüntetésre, de azt mondta, hogy azért nem megy el, mert aktuális politikai nem azért, lehet, azért nem megy el, mert politikai aktualitásokkal nem jó, lehet. Dehogy nem, nem jó. Abszolút jó. Ezek a méltó hozzáállások egy ilyen ünnepséghez. Amikor a pártok, az ellenzékiek és a kormánypárt is a politikai identitását akarja megerősíteni, és elhelyezi magát, hogy ő hol lett volna, meg hol nem lett volna, meg újra meg akarja vívni a forradalmat, az egyszerűen nevetséges és gyermekes, szerintem, ahogy te kifejezted magad. Úgyhogy elég borzasztó volt ez az egész nap a kormány ünnepséggel együtt. Karcsi mondott, hozzátenném, hogy egyáltalán nincsen forradalmi hangulat, tehát egyáltalán ilyet egyáltalán nem érzékelek, kint voltam a Bem téren, baromi nem volt forradalmi hangulat, ott volt pár száz vagy egy-két ezer ember, és egy-két fiatal próbálta őket így felhergelni, semmi reakció, tehát nem tudom, mit kell itt vizionálni. Ellenzékváltó hangulat van. Erre lenne igény. Szerintem a szavazók részéről is. Mindenféle igény. Szerintem beszédet tudjátok, ki mondta, és nagyon jellemző, hogy így zugott el inger küszöb alatt, és mi sem beszélt, akarunk beszélni róla. Orosz Ildikó mondta, a Beregszászi II. Rákóczi Főiskola rektorasszonya, egyébként Orbán Viktor előtt szólalt fel, aki elmondta, hogy mennyire nehéz helyzetben vannak a magyarok Kárpátalján, és ettől függetlenül ők szeretnének ott maradni, mert ez a szülőföldjük, és lojális, adófizető ukrán állampolgárként igenis elvárják a magyar államvédelmét is, és azt, hogy az ukrán állam is egyenlő állampolgárként foglalkozzon velük. És elmondta, és teljesen igaza van benne egyébként, hogy Európában senki nem foglalkozik velük, nyilván a magyar kormányt kivéve, ami szintén szégyen. Szerintem számomra a legszebb és a legfontosabb beszéd ez volt. Jelentően mondom, ezzel gyakorlatilag senki nem foglalkozott. Világos. Na most itt beszélünk arról, hogy ki mit mondott, de szeretném, hogyha pontosan idéznénk, mert idézni ugye csak pontosan szépen. Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke. Bár érdemes vigyázni a történelmi hasonlatokkal, de azért ma szerintem sokan feltehetik a kérdést, hogy ha Magyarországon újra forradalom lenne, akkor Orbán Viktor is behívná-e az oroszokat? No comment. Jó, Schneider Tamás. Napjainkban szóról szóra ugyanaz történik, mint az elmúlt bolsevik rendszer alatt,
amit Rákosi felépített, Kádár folytatott, és pont Orbán pontosan látta, hogyan működik, és hogyan mentsék át a hatalmat a korábbi szereplők, Schneider Tamás. De sok szöveget másoltál ki, mert akkor az én felolvasás kreditem teljesen elfogy. Nem, én tudnék még mondani, de ezeknek a realitás tartalmát azért azt meg tudjuk ítélni, hogy a Rákosi rendszerhez hasonlítják a mai demokráciát. Mint a forró kását azt a témát, hogy most akkor elítélendő, vagy helyesrendő az, amit a Jobbik csinált tegnap. Tehát tudjuk, hogy vannak olyan demonstrációk, ellenzékiek is, amikor egy hirtelen népharag, mint például a választások után, ugye nem akarták elfogadni a választási eredményt, utcára visz egy csomó embert. Ezt igen, meg is értem, tehát a tűk képes ilyesmire. Annak, amit tegnap csináltak, annak van-e bármi értelme, vagy vállalható erre? Nem, szerintem az úgy volt szállalmas, ahogy volt, több szempontból is egyrészt. Mi szoktunk az igazság kollégáimmal is poénkodni 2006-os tévéostrom után, hogy mióta ugye a köztelevízió épületkomplexuma kint van a főváros egyik legkülső szélén, ugye a harmadik kerület szélén, hogy ott még egy tévéostrom az életben nem lesz, mert nem lesz ott olyan forradalom, mert aki elindul mondjuk a Kossuth térről és kigyalogol a 18 kilométert a Kunigunda utcáig, és ugye most is az történt, hogy a derék jobbikosok beültek egy kis buszba és kibuszoztak, szerintem ez már önmagában vicces volt, és az, hogy ott majd három doboz tojással megdobálják a TV székház épületét, az egyszerre szerintem tényleg nevetséges, szánalmas, kontraproduktív. Igazad van, Laci, egyébként a magyar átlag választó szerintem az ilyen elítéli, tehát ezzel semmit, senkinek nem használtak szerintem. Na és akkor a másik téma, amit az elején kérdeztem, mennyiben értetek egyet Orbán Viktornak azzal a gondolatával, hogy úgy kell védenünk Európát és a hazát, mint 1956-ban kellett. Hallottátok, ti is tudjátok, mire utalt ezzel a miniszterelnök. Hát ez kell egy nagyon jellemző orbáni mondat volt. Az egész politikai, illetve miniszterelnöki munkássága az arról szól, hogy félelmet gerjeszt valami olyan ügy kapcsán, ami egyébként nem igen létezik, vagy csak nyomokban. És utána úgy tünteti fel magát, és erről szólt ez a mostani beszéde is, hogy egyedül ő képes arra, hogy megvédje a magyarokat, megvédje Magyarországot, megvédje Európát. Ez tulajdonképpen egy marha jó beszéd lett volna, hogyha törzsi körbe mondja el. Ez egy törzsfőnök beszéde volt, nem egy demokratikusan megválasztott miniszterelnöké, mert őtőle más vár az ember. Ha 56-ról beszélünk, és még vannak élő tanúi és résztvevői ennek, én nagyon örültem volna, hogyha a miniszterelnök megteszi ezt az elegáns gesztust, hogy odaállít maga mellé néhány még élő 56-os hőst. Most mondok egy olyat, amitől nektek abszolút kiverődik a biztosíték, például ott van Mécs Imre, halálra volt ítélve. El lehet, mindent el lehet róla mondani rosszat, csak azt éppen nem lehet eltörölni, hogy ő halálra volt ítélve. Senki nem hívta. Tehát sehol nem volt ott, nem csak a miniszterelnök, hanem ott senki, pedig élő tanú. No. Az ellenzék, ahogy Orbán Laci elmondta, igaz, az ellenzék azért tart ott, ahol tart. Az MSZP, Kacsi, az MSZP miért nem hívta meg, amikor az mondom, utóbbi időszakban... Mondom, senki nem hívta meg, hát nincs különbség. Hát azért mondom, hogy nem tudunk ünnepelni. Az ünnepen félre kellene tenni azt, hogy ki, mi, hol, arra kell emlékezni, ami akkor történt, és ha még van köztünk élő, akkor azt meg kell becsülni. Szerintem Mécs Imréről lehet máskor, más milyen helyzetben nyugodtan vitát folytatni, hogyha Orbán Viktor szavaira gondolunk, akkor viszont szerintem érdemes azon vitatkozgatnunk, vagy akár elgondolkoznunk, hogy amikor az európai kultúra, akár a keresztény zsidó kultúra bizonyos helyzetekben, esetekben veszélybe van, és talán pont Andrást láttam legutóbb a Földi Kovács Andrával beszélgetni, hogy én már egy évvel ezelőtt is kaptam a pofámra azért, mert megírtam azt, hogy a betlehemeket bizony nem mindig látják szívesen, és nagyon örömmel láttam azt, hogy ez most már nem egy ilyen kirekesztendő fasiszta náci Mocskos 88-as leírja, hogy képzeli, hanem akkor hogy ezt belátjátok. Örülök, hogy ideig eljutottunk. És ezért nagyon sokat kaptam annak idején, amikor megírtam a karácsonyi vásárokkal kapcsolatos problémákat, a betlehemekkel kapcsolatos problémákat. Én tegnap láttam az István a Király című operettet, vagy rockoperát, és ott arról szólt, hogy az egész történet, és nyilván nem akarok egy ilyen kultúrtörténeti, művészettörténeti kis előadást tartani, hogy valami módon mi megpróbáltuk ezt a kereszténység nevű dolgot, azt mondja, nem csak a vallásról szól, szokásokról és mindenről szól, magunkba szívni, magunkra venni, ahhoz, hogy Európához tartozunk. Most pedig a kereszténységhez kötődő szokások, kulturális szokások, ünnepek kerülnek veszélybe az óvodákba, az iskolákba és a köztereket. Most valami olyan, mi a dologért harcolunk, és próbálunk kitartani, és vannak lesznek egyre többen szövetségeseik köztünk, akik hasonlóképpen gondolkoznak, és mi Szent István esetében valami a kereszténységhez kapcsoló dolog miatt
próbáltuk magunk előtt, és kerültünk Európába, és most sok esetben azt látjuk, hogy ez bizony nem PC, hogy ez nem elfogadható, hogy ez nem elfogadó, hogy a sokszínűség az nem azt jelenti, hogy be kell fogni a szájunkat, amikor leveszik a betleneket. És azt mondják a gyereknek, hogy ne igen, ne énekeljél karácsonyi zenéket. Sok mindenben ezzel egyet értek, amit mondasz, de azért minden nemzeti ünnepen ugyanazt a mantrát nyomatni, azért, hogy szavazatokat gyűjtsön mondjuk a miniszterelnök, ez szerintem túlzás, tehát sokkal elegánsabb lett volna, ha tényleg ünnepi beszédet mond, és nem a következő választás propaganda beszédét mondja, itt is, meg más ünnepeken is. Szerintem egy ünnepen ünnepelni kéne, valami emelkedettség kellene, de stb. Mondja egy politikust, aki 56 vagy március 15-én Magyarországon nem ilyen jellegű. És értek egyet. A többivel sem értek egyet. Tudomásul kell lenni, hogy gyakorlatilag megkezdődött a tegnapi beszéddel az Európai Uniós kampány. Mert igen, de most már hivatalosan is, mert kvázi be is jelentette. Orbán Viktor a választóinak kell, hogy szóljon, de egyúttal szólt az egész országnak. Hiba lett volna, sőt, fölrótták volna neki ennek hiányát, hogyha ezeket a gondolatokat nem tolmácsolja. Tehát nem lehet számon kérni azt, hogy akkor csak az ünnepről beszéljen. Nem haragudjatok, ezt a vitát ebben a pillanatban. Ismétlése, muszáj elvárni mindig ugyanannak. Tehát egy nem nagy gondolat. Karddal, hiszen kedves nézők, az első rész végére értünk, hamarosan folytatjuk, maradjanak velünk. Köszöntöm Önöket, folytatjuk a szabadfogást Kósa Andrással, Kukoreli Endrével, Herényi Károllyal, Apáti Bencével, Dézsi Zoltánnal és Pesti Lacival. És a következő témánk az az, hogy ugye Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Európa és Románia közös nagy történelmi ünnepének nevezte december 1-jét, a legnagyobb román ünnepet. Ugye 18-ban ezen a napon tartották a magyarországi románok elszakadását, kimondó gyulafehérvári nemzetgyűlést. A kérdésem az, és azt október 23-án mondta, amikor is Klaus Johannis elnökkel Európa jövőjéről vitanapot szerveztek. Szerintetek Juncker ennyire ostoba és tájékozatlan, hogy nem tudja, hogy pláne október 23-án egy ilyen nyílt kiállással nagyon súlyosan megsérti a magyarokat, vagy direkt csinálta? Ennyire súlyos ez az ember nyilván. Szóval itt no comment, azt mondanám tényleg, hogy ilyen módon ne legyen felelős politikusoknak érzéke, illetve tudása, vagy a szakértőinek érzéke és tudása arra, hogy ilyeneket nem mondunk, ez számomra értelmezhetetlen. Ez az empátia teljes hiánya. Tehát ha valaki ilyet mond, hogy csak egy ország érdekeit veszi szem elé vagy figyelembe, és a szomszéd ország, aki az egésznek a vesztese volt, ilyen mértékben le van sajnálva, az több, mint hiba, az egy óriási bűn. De lehet, hogy arra gondolt, hogy Félix Fürdőn gyógyítják az ő isiászát. És ilyen szempontból ez egy nagyon fontos esemény, hogy Erdélyhez csatlakozott Románia. Mert a Félix Fürdőt nem lakták volna le teljesen a románok. Igen. Geri kérdése arra vonatkozott, hogy ez egyszerű butaság vagy szándékosság. Erre nekem mindig Voltaire jut eszembe, aki azt mondta, hogy a legnagyobb emberi bűn a butaság. A másik, ami eszembe jut, amikor Megyesi Péter együtt kocingatott az emlékezetes ünnepen december 1-én a román küldöttséggel ünnepelve Erdély elcsatolását. A harmadik gondolatom, ami egy kicsit messzebb vezet, a transzilvanizmussal kapcsolatos, miszerint a romániai románság sem egységes, ezt azért szögezzük le. Tehát az erdélyi románok nem azonosulnak mindenben a regáti románokkal, tehát Havasalfölddel és Moldvával. Az erdélyi románoknak van valamiféle elit tudata, és volt is az elmúlt évtizedekben a többi román területtel szemben, és Erdély odacsatolása, elcsatolása, Erdély önállósága egy sokkal összetettebb kérdés román aspektusból nézve is, mint ahogy azt mi most látjuk. Én tudom, hogy te erdélyi vagy erdélyi számolású. Én székely vagyok. Én székely vagy. De sajnos szerintem nem így van. Tehát én most voltam Zilahon 3-4 nappal ezelőtt, igaz, az nem Székelyföld, az kétségtelen, és ott beszéltem olyan emberekkel, akik, magyarokkal, akik elég jól ismerik ott a helyzetet, és azt mondták, hogy tehát
párhuzamos társadalmak vannak. A román és a magyar párhuzamos társadalom. Gyakorlatilag nincs átjárás. Ha a magyarok tesznek, ezt mondta ott egy nagyon kitűnő történész, a magyarok gesztusokat tesznek a románoknak, a románok elfogadják, de ők nem tesznek gesztusokat. Azt mondta, hogy Zilanon nincs három ember, aki tudna, román ember, aki tudna magyarul. Ez ilyen nem volt sose, tehát itt megtanultak egymás nyelvét. Nagyon nagy baj van szerintem, tehát ezt nem szabad a szőnyeg alá söpörni. Ebben egyetértünk. És nem beszélve arról, hogy baromi sokan bejöttek Erdélybe a regátról, mármint románok. Igen. Tehát nagyon az erdélyi románság sem egységes abban az értelemben, hogy azok is teljesen kevertek. Azért ne felejtsük el, hogy ez a folyamat már az 1500-as években elkezdődött, amikor a magyar földesurak behozták a regátból a román földműveseket, jobbágyokat, mert hogy egyrészt olcsóbban dolgoztak, másrészt kevesebbet lázadoztak. És ne felejtsük el a Ceausescu korszakot is, amikor az etnikai arányok megváltoztatása véget, erőszakkal betelepítettek Erdélybe románokat, az egész erdélyi iparosítás egy része arra ment ki, hogy a munkásokat a regátból hozzák, ami által sikerült is például a Partiumot mára teljesen elrománosítani. Székelyfölddel ez szerencsére nem járt ilyen sikerrel. Tehát Csíkszereden elkezdték, ha van még néhány éve csónak. Akkor nagyon jó, amit mondtál, de hadd emlékeztesselek titeket arra, hogy a múlt század, 1900-as évek környékén Mikó, akit úgy is neveznek, hogy Erdély Széchenyije, felhívta a figyelmet arra, hogy a románok marha nagy földvásárlásba kezdtek Erdély területén, a magyar földesurak meg örömmel adták el a földjeiket. Az 1890-es évek végén még 60% volt a magyar, 40% a román, 1914-re ez megfordult. 1 milliónál több magyar paraszt hagyta el Erdélyt, az első világháború kitöréséig 40 000 vissza is akartak utána jönni, azért, mert nem volt megélhetésük. A betelepedett, sokkal igénytelenebb román parasztok töltötték be a helyüket, akiknek 1920 után a román állam hatalmas földbirtokokat adományozott, kicsibe felosztva, de olyat adott nekik, amit a magyar paraszt soha az életben nem kapott. Tehát nagyon erős a kötődésük. És hát nyilván ez is közrejátszik abban a különállásban, amiről Endre beszélt. Tehát, hogy nem lett homogén Erdély társadalma, hanem a mai napig külön vannak. Egyébként ez nyilván politikai gerjesztett dolog, mert mind a két ország vezető politikusai abból építkeznek, hogy ellentétet szítanak a két nemzetiség között, a magyar meg a román között, mert ebből lehet politikai muníciót meríteni, ami elég csúnya dolog. Ne arra, hogy a magyarok közöken szóljak, ez nem igaz, hogy mind a két ország politikusai ebből építkeznek. A magyar kormány és a mindenkori magyar kormány kötelessége lenne ez, és itt visszamennék egészen a Kádár korszakig, amikor maximálisan elhanyagolták, sőt elárulták az erdélyi magyarokat. Visszamennék még visszább is, ha kell, de az elmúlt 28 évet is górcső alá vehetjük, amikor is bizonyos kormányok vastagon tettek arra, hogy mi történik Erdélyben és a határon túli magyarokkal. Utalnék itt a kettős állampolgárságról szóló népszavazásra, az SZDSZ és az MSZP állásfoglalására, stb. Tehát itt nem igaz az, hogy a magyar kormány, a jelenlegi magyar kormány, amely föllép Kárpátalján, Erdélyben és más területeken megvédeni az ottani kisebbségeket, és ez egy ősi liberális, 200 éves alapelv, a kisebbségek védelme, a liberális szót itt szeretném kurzívval szedni, tehát ősi liberális alapelv, ezzel hozzájárulna az ellentétek gerjesztéséhez. No, itt nem a magyar kormány a hibás. Nagyon fontos és égető téma. Teljesen igazad van, és egyetértek azzal, amit mondtál, csak nem biztos, hogy a jó szándék által vezérelt cselekedetek mindig helyesek. Tehát lehetne például Kárpátalja esetében, én nem biztos, hogy ezt csinálnám, elhiszem, hogy jó a szándék, de az eredmény az egyelőre síralmas, és biztos, hogy lehetne ezt jobban is csinálni. Én erről beszélek. A románok most még vagy 2 évig ünnepelni fognak és kárőrvendeni, úgyhogy fogunk még erről beszélni. Megígérem. A következő témát úgy vetném fel, hogy szerintetek mit esznek az LMP-sek Demeter Mártán? Ugye tudjuk, hogy megválasztották társelnöknek ezt az MSZP-ből ejtőernyőzött karrierista kisasszonyt. Tudjuk, hogy a nemzetbiztonsági átvilágítását és a bizottságból való kizárását kérik, amiért balga módon katonai titkokat szivárogtatott ki. És tudjuk azt is, hogy azt ígérte megválasztása előtt, hogy az LMP egy olyan erős párt lesz, amely kormányozni fog
miután kártyavárként összeomlik Orbán Viktor rendszere. Most a műsorvezető úr megint balgázott, és nem tudom, mondtam, hogy másik jelzőt. A repülőse sztorit, hogyan próbáltam a legtávolságtartóban megfogalmazni. Nem kell a műsorvezetőnek szerint, véleményem szerint ilyen erős állást foglalnia. A balgáz szerinted az egy erős kifejezés. Ez nagyon erős. Ezen kérlek, hogy ne ragadjatok le, ígérem, hogy veszek néhány órát Endrének az íróiskolájában, de Isten őriz. Ne, gyere, csak nyugodtan, boldogan látlak. De maradjunk a témánál, ha lehet. Tehát miért tetszik az LMP-nek annyira, hát főleg egy LMP-s politikus, egykori LMP-s politikus csak tudja, hogy mit tehetnek Demeter Márton. Nem voltam párttag, ezt leszeretném szögezni. Senki nem volt ebben az országban. Nem, LMP-s párttag sem voltam, meg másfél persze természetesen, csak képviselő voltam, na de. Az a helyzet, hogy fogalmam sincs, hogy mit esznek benne, illetve lehet, hogy nem is esznek benne, odaült, elfogadták, és hát nyilván most meg egy tévedés halmazban van a szegény. Hát erről beszéltem, Márta, hogy ha valaki sokszor szerepel, téved, akár hallgasságot is téved, mond, akkor úgy hiszik, hogy egy létező politikus. Azt kellene mondani a tévedésnél, hogy bocsánat, csak ennyi. És mutassatok egy politikust, aki azt mondta, hogy bocs, tévedtem, mutassatok egyet. Én a kérdésedre azt tudnám válaszolni, mi szerint mit esznek rajta, hogy ez egy rendkívül csinos asszonyról beszélünk, ezt tárgyalagosan... Biztos vagy benne? Ez is csak egy kérdés, nem több. Ismerjük el, a parlamenti palettát nézve azért igen. Másrészt egy bűncselekményt elkövető emberről beszélünk, aki olyan katonai titkokat hozott nyilvánosságra, amelyek 30 évre titkosítva vannak, és nem véletlenül vannak azok a törvények, amely bizonyos adatokat X időre titkosítanak egy ország életében, hanem ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent. És az, amit Demeter Márta elkövetett nevezetesen, hogy katonai titkokat hozott nyilvánosságra, ha kérdés formájában, ha kijelentés formájában, ez most teljesen mindegy, ez a BTK-ba ütközik, és fölveti annak a kérdését, hogy a magyar parlamentben van-e a helye. Bocsánat, a két dolog, az egyik az, hogy... Az volt a kérdés, hogy szerinted Demeter Márta jó csaj-e? Ezt kérlek arra. Talán Obamával kapcsolatban, valami ügyésszel kapcsolatban jegyezte meg, hogy csinos, és majdnem emiatt le kellett mondania. Tehát, hogy azért Amerikában már ülnél, hogy megy ez. De egy hölgyről van, hogy azért vigyázz, hogy óvatosan az ilyen dolog. Nem érzed az új idők szelét, az igazság. Aggódom. Hogy Demeter Márta abban a szereptévesztésben van, hogyha sokat szerepel, akkor ő valódi politikusnak látszik. Tehát teljesen mindegy neki, hogy mit mond, kamera ráfigyel, valóban egy kamerát szerető karaktere van a hölgynek, úgy gondolja, akkor ő egy megigyezhető valaki lesz, és majd ez a választáson érvényesül. Ez a mai ellenzéki politikusoknak a fő kérdés. Ezt a politikai pszichológia nyilván Lukácsi katalinizmusként tartunk. Szerintem nagyon igazságtalan vagyunk egyébként, mert abból a szempontból, hogy azért Demeter Márta, hogyha megnézitek, az egyik legaktívabb parlamenti politikus, tehát az egyik legaktívabb ellenzéki parlamenti politikus, aki azt csinálja egyébként, amit egy ellenzéki politikusnak tennie kell, folyamatosan kérdésekkel, interpellációkkal bombázza a kormányzatot, leginkább mondjuk a Honvédelmi Minisztériumot, és egyébként elég sok amúgy jelentős és közérdeklődésre számot tartó információt tudhattunk már meg ezen kérdések nyomán. Főleg most titkot, amit nem kellett volna nem, talán. Nem. Tehát honvédségi beszerzésekről, hogy milyen állapotban van a magyar honvédség, ami egyébként szerintem mégiscsak közérdeklődésre számot tartó információ. Most hibázott egy nagyon-nagyon, ez tény. Most benézte. Ez benézte, sajnos ez tény. Milyen francért kell Magyarországon mindent titkosítani? Mondok egy példát, hogy milyen dolgok történnek. Most a hétvégén olvastam egy jegyzőkönyvbe, hogy 1998-ban, amikor éppen az MDF, meg a Fidesz, meg a kisgazdák voltak a kormányon, az akkori titokminiszter azt a dokumentumot, ami 81-ben keletkezett, és Svájcból küldte egy ottani szolga Magyarországra, arról volt szó, hogy II. János Pál pápa ellen, ha nem sikerül az első merénylet Aliaksa által elkövetve, akkor Svájcba hogy kell ezt előkészíteni. Na most ezt mi a francért kellett
98-ban 2061-ig titkosítani. Amikor csupa olyan dolog van benne, ami engem marhára érdekelne. Miért kellett az olajügyeket, amiben az MDF kormány, akik benne volt egyébként, mert ugye a mi kormányzásunk alatt történt, azt miért kellett 65 évre titkosítani? Ezt nagyon bírom, Karcsi, hogy ezeket a kérdéseket pont te teszed föl. Hogy a te kormányzásod alatt bizonyos ügyeket miért titkosítottak, szerinted tök fölöslegesen. Tök fölöslegesen. De ez bármilyen kormány feloldhatta volna utólag. Van még egy utolsó témánk, amire az újabb titkosításokat sem. Tudjátok, hogy közbeszerzések vannak titkosítva olyanok, hogy a játékszín, aminek 5 millió forint se volt az ára, az 30 évre titkosítva vannak a dokumentum. Hát mondjátok meg már, hogy sok miért. Igazság van, de nyilván az katonai titok, hogy a magyar hadsereg tagjai merre repkednek. Hát most 30 évig az, hogy hol repült egy pali, hát az szerintem egy kicsit el van túlozva, de mindegy. Ebbe az a probléma, hogy ebben majd hogy nem parlamenti konszenzus van, tehát azt az ellenzék... Az elég nagy baj, ez a lényeg. Minden párt érintett benne, hát ez a lényeg. De miben? Abban, hogy a nemzetbiztonságot védeni kell? Nem a nemzetbiztonságot. És hogy vannak bizonyos katonai titkok, katonai hangsúlyozom, kérem, halljátok meg a hangomat, hangsúlyozom. Meghallottuk, ebben nézzük az utolsó témát, amit a nézők azért fognak unni, mert nyilvánvalóan mindenki teljesen egyet fog érteni abban. Kövér László nagy interjút adott a Magyar Időknek 1956 apropóján, és elmondta, hogy Orbán Viktor abban az emlékezetes 1989. június 16-ai Nagy Imre újratemetésen elmondott beszédében megjósolta a koporsós hasonlattal, hogy még 20 év kell ahhoz, hogy a valódi rendszerváltás megkezdődhessen. Így fogalmazott, 2010-ben lezárult időszak kétségbe vonhatatlan eredmények mellett egy fél jó pont Herényi Károlynak tele volt gyötrelemmel, kacskaringókkal, elveszett illúziókkal, keserűséggel, elszalasztott lehetőségekkel. Szimbolikus módon a posztkommunista időszak 2010 tavaszára mély gazdasági, társadalmi és erkölcsi válságba torkolott, az ország katasztrófa szélére került. A Fidesz 2010-es első győzelme hozta el a történelmi változást. Atya világ. Mondja Kövér László. Atya világ, ez valamint a Ludas, már nincs Ludas Matyi, valamint a Ludas Matyiból olvastad volna föl. Ezt a Kövér komolyan gondolja, hogy pont 2010, nem tudom, május. A nemzeti együttműködés. Hirtelen, hip-hop, ugye, megváltozott minden, baromira kijöttünk a szocializmusból, egyáltalán nem jöttünk ki, ti is, a legfiatalabb generáció, még nyakig benne vagytok, mert hogy az öregektől szocializálhatatok, 40 év, a bibliai 40 év, itt nekünk ki kell pusztulni, ki kell halni, már bocsánat, és akkor majd esetleg van rá esély, hogy kimásszunk a szocializmusba, ebbe állandóan visszasüppedünk, vagy azért, mert vannak ilyen reflexeink, vagy azért, mert kapásból, dropból minden kontráznak azok, akik kontráznak. Azokat a dolgokat is kontráznak, arra, tehát hogy kiöntik a csecsemőt a vízzel együtt. A nemzeti együttműködés nyilatkozata is úgy kezdődik, hogy a diktatúra 4 és az átmenet 2 zavaros évtizede után az emberek magukhoz ragadták a kezdeményezést, forradalom a szavazófülkékben, stb. Tényleg egyébként emlékszik még erre valaki? Tehát nagy Dired úrral kirakták minden közintézmény falára, ott vannak ezek még? Vagy valaki azóta letörölt erőlük a polt? Nekem egyébként az első gondolatban, bocsánat, csak az volt, csak egy gondolat még, nekem az első benyomásom az volt egyébként a Kövér nyilatkozattal szemben, hogy így utólag 20 évvel később mennyire okos mindenki ezzel az Orbán beszéddel kapcsolatban. Emlékeztek, hogy akár a liberális oldalt, és megint őket egészen egy kicsit, úgyhogy majd tényleg egy kicsit arrébb fogom húzni a székemet, hogy hány jeles liberális értelmiségi van, aki így 20 évvel később belelátta a viktátort ugye abban a 89-es beszédben. Most Kövér László is utólag mennyire okos egy ilyen beszéddel kapcsolatban. Csak ennyi volt a megjegyzésem. Bandihoz pedig annyit szeretnék egy mondatban mondani, hogy a szocializálódtunk, vagy szocializálódtak kifejezés, az egy elég összetett szó, ugyanis nem csak a társadalomban szocializálódunk, hanem családban is szocializálódunk, és pont te említetted valamelyik elmúlt műsorban, vagy több műsorban is, hogy neked inkább jobb-közép irányultságú családod van, és fölhívnám a figyelmet, hogy nekem is inkább jobb-közép irányultságú családom van, és a 70-es, 80-as években én nem a szocializmusban szó szerint szocializálódtam, hanem abban a családi környezetben, amely tagadta a szocializmus létjogosultságát. És nyakig bele volt csüppedve. De sajnos, Kövérnél maradva. Zoli, hát, az én családom egy nettó deklasszált
felső középosztálybeli család, olyan úgynevezett urak, ugye apukám az katonatiszt volt, rendes hortista katonatiszt, és így tovább, ki volt telepítve az egész családom, tehát én tudom, miről beszélek, tudom, mi az, hogy dekasszálódni, és a szocializmus alatt igenis ez az egész társaság dekasszálódott. De igaz, Andi, akkor megállapítás, hogy a... kellett volna hogy a, kommunikálni, hogy a posztszocializmus nem lesz már időm, hogy elmondjam. Arról van szó, hogy Kövér Lászlótól a választók is, meg az ország is megszokta már, sőt azt várja, hogy keményen fogalmazzon. Tehát ő az, aki a Fidesz kánonból mindig a legerősebben szólal meg. Ezt tudni kell. Ő neki ez a stílusa, és nagyon helyes, hogy valaki így beszéljen. Ugye ugyanakkor van a Fidesznek egy mondjuk egy puhább, liberálisabb szárnya, az meg úgy szólal meg. Tehát igenis szükség van arra, amit a Kövér mond, és én úgy gondolom, hogy semmiféle probléma nem volt ezzel a beszéd, de semmiféle meglepetés nem okozott. Így, ilyen a Kövér László. Még egy utolsó. Nem csak a titkok, nem csak államtitkok vannak. A Fővárosi Bíróságon egy MSZMP vagyonni perben zárt tárgyalást rendelt el polgári perben a bíró. Egyszerűen azért, mert az állampárti gyökerek és a szocializmusban szocializálódott bíró és bíróság mai napig így működik. Erről majd később fogok beszámolni talán a pesti srácok hasábjaim. De a kérdés az, hogy valóban csak 2010 után kerülhetett a sor az ez igazi rendszerváltásra. Ez egy tribalista szöveg. A tribalizmus az egy viszonylag új kifejezés a politika tudományban. Törzsiséget jelent. Most már másodszor térek erre ki, mert sajnos ez kell jellemzővé válni, nem csak Magyarországra itt különösen. Nemrég készült egy felmérés Lengyelországban és Magyarországon, hogy milyen az emberek hozzáállása a vezetéshez, a hatalomhoz. Hát nálunk, ahogy te mondtad, olyan mélyen, a felmérés szerint olyan mélyen élnek a szocialista időkben belénk rögződött dolgok, hogy nem tudunk tőlük megszabadulni, és ez a szöveg ezt erősítette. De mellettem az ember, aki leleplezte, hogy még az első demokratikus választás kampányát és az állampárt celebrált annak idején a Dunagét ügy. Igen. Ez így van, de már akkor sem voltunk kommunisták, és nem voltunk. De én nem is ezt mondtam. Nem voltunk részei a rendszernek. Várjál, Laci, senki nem mondta, hogy kommunisták voltak. Az egy egészen más dolog, vállaltam kitűzve. Meg egy másik dolog, ami az agyadban van, meg a tudatodban van, és ahogy élsz, és azért élsz úgy, mert meg akarsz felelni azoknak a körülményeknek, az életben vagy nem akarsz megfelelni. Ha nem akarsz, akkor diszidálsz. Nem akarsz megfelelni. Persze. Nem diszidálsz. Van belső diszidáció is. Persze, hogy van. Annyit szeretnék korrigálni, és teljesen megértem, hogy ti, akik a 20 másodpercben, picit idősebben vagytok egy-két éve, ti ezt érzitek. Én azért 89-ben 10. osztályt kezdtem el, tehát vagy 8. osztályt kezdtem el. 20 évesen, amikor elkezdtem dolgozni, még bőven, már drűven demokrácia volt. Az én generációm nem hiszem, hogy a szocializmust a saját bőrében, a saját génjeibe hordozta. Értem, hogy miről beszélsz, világos, de szerintem ez a generációk, mi vagyunk, mert demokratikusan gondolkodunk, demokratikusan érünk el eredményeket, akár a saját szakmánkban, akár más szakmánkban, úgyhogy ezt ne haragudj, vissza kell, úgy utasítsuk. Okay. Na de ezzel a gondolattal sajnos véget ért a szabadfogás. Nem tudjuk meg tehát, hogy a rendszerváltás 2010-ben fejeződötte be, vagy akkor kezdődött, de a kedves nézőket jövő héten is várjuk majd. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!